A Széchenyi István szakközépiskola már évek óta részt vesz a Comenius programban. Most hasonló, ám nem egy-két tanulót, hanem több diákot megmozgató projektet nyert az oktatási intézmény. A határtalanul pályázatban a Széchenyi tovább erősíti nemzetközi kapcsolatait. Lőrinc László igazgató az iskola jótékonysági báján elmondta, Nyíregyházán a vízvilágnapján fogadják majd a diákokat Szatmárnémetiből, a 31 széchenyis tanuló pedig a Föld napján vesz majd részt különböző környezetvédelmi és kulturális rendezvényeken Romániában. A programunknak az a címe egyébként, hogy Víz és Föld a számítástechnika tükrében. Tudnilik, a határtalanul programnak az a kitétele, hogy az iskola szakmai jellegének tükröződnie kell a pályázatban. Ezt nem volt egyszerű kitalálnunk, hiszen számítástechnikai szakközépiskola vagy közgazdasági szakközépiskola lévén nehéz volt olyan ötletet kitalálni, amely tükrözni tudja a szakmai jelleget a programban. Úgy tudtuk ezt megvalósítani, hogy mindezeket a méréseket és mindezeket a programokat számítástechnikai eszközök, IKT-s eszközök bőséges felhasználásával fogjuk majd elvégezni. Prezentációk készülnek majd, kisfilmek, fotók, tehát mindent számítógépre viszünk majd. A Széchenyi 2012-ben kötött testvériskolai szerződést a Szatmárnémetiben működő Kölcsey Ferenc Líceummal. A Nyíregyházi Oktatási Intézmény jótékonysági báján emlékplakettet kapott a romániai iskola igazgatója, aki örömmel fogadta az együttműködést intézményi és pályázati szinten is. Úgy gondolom, a határtalanul program azért jó, mert mindazt, amit az elmúlt 40 év megpróbált kitörölni az emberek életéből, fejéből, szívéből, és ami mégis kitörölhetetlen volt, ezt újból beleplantálhatjuk a gyerekek lelkébe, és csak megismerve, csak egymással együtt dolgozva lesz valamiféle élő képük arról, hogyan is élünk mi a határ két oldalán, és lassan ezek a határok is eltűnnek, a szó valódi értelmében is, és akkor azt hiszem, hogy már sokkal könnyebb lesz a kommunikáció. A határtalanul előkészítése 2009-ben kezdődött, majd 2010. októberében határozott úgy az országgyűlés, hogy kiemelten támogatja a programot. A cél, hogy az állam támogatásával minden magyarországi közoktatásban tanuló diák legalább egyszer eljusson határon túli, ám magyar lakta területre. Míg az előző tanévben 15 ezer, addig a 2012-13-as tanévben 17 ezer diák lépheti át a határokat.